December végéhez közeledve ismét kijöttünk a Szombathelyi főtérre, hogy megkérdezzük az embereket, számukra milyen volt a 2021-es év. Szia, milyen volt a 2021-es éved? Hát eléggé vegyes, voltak jó és rossz pillanata is. Vegyes. Változó. És az ön számára valami személyes élmény esetleg, ami így megmaradt 2021-ből? Személyes élmény? Hát amikor végre a nyáron újra hazamehettem az anyukámhoz és a testvéremhez, és találkozhattunk, az egy nagyon jó élmény volt hosszú idő után. Korlátozásokat kicsit oldották a nyaralás. Külföldre eljutottunk Horvátországba, az egész jó volt. Nagyon sok élmény a barátaimmal, talán ezt tudnám mondani leginkább. Hogy az egyetemre felvettek meg, hogy igazából itt ismerkedtem meg a barátnőmmel, úgyhogy nekem ez volt így öröm számomra. Talán annyi, hogy amikor évelején volt a nem tudom hányadik hullám és otthon voltunk, akkor nagyon sokat kirándultunk, meg a természetben mentünk a gyerekeimmel, ami előtte nem volt jellemző. Egy munkahelyem sem volt, most pedig kettő is van, úgyhogy próbálja az ember utolérni magát szerintem, amit így a leállásban elhanyagolt, vagy nem tudott megtenni. Talán ez a teljes bezártság, talán ott húsvét környékén volt az, hogy meg volt szabva még a létszám is, hogy hányan lehetünk egyszerre, és így például nem tudtam a bátyáimmal se találkozni, ami eléggé fájó pont volt, de ezen talán azon időszakon kívül meg egészen úgy mondom, hogy elviselhető volt így. Itthon van mindenki, akivel mellett leéltem az életemet, barátok, meg rokonok, meg minden, tehát így most ez egy nagyon jó érzés. Ennek örülök, hogy egybe tudunk állni a karácsonyfa alatt boldogan.